térképpel és az ujjunkra rögzíthető elektronikus pontérintő rendszerrel indulnak tájfutni a fiatalok. A Tájfutás Világnapja egy olyan kezdeményezés, amelynek célja a sportág népszerűsítése, és egyben egy rekordkísérlet is arra, hogy minél többen tájfussanak világszerte május 24-én. Magyarországon 20 település 40 helyszínén lehetett megismerkedni a sportággal. Ezen a napon a Dornyai Ese szervezésében a Salgótarjáni Városi Sportcentrumban bárki kipróbálhatta ezt a könnyűnek tűnő, de valójában nagy kihívásokat rejtő sportot. Tavaly 250 ezer ember tájfutott ezen a világnapon összesen, és ezt a számot szeretnénk idén még tovább növelni. Ilyen 300 emberrel számítottunk, de így az eddig jöttek alapján szerintem többen is fognak jönni. Ugye elsősorban a Kodály iskolából jöttek, meg a Besztercéről is, így délelőtt főleg gyerekek, délután másokat is várunk. Négy fajta pálya van, a negyedik pálya az hosszabb, az inkább a tájfutóknak van, ilyen 200-300-400 méteresek ezek a rövidebb pályák, 8-10-11 pontból állnak. Az időközben eleredő eső sem vette el a kedvét a gyerekeknek ettől a sporttól. A tájékozódási futás során térképen bejelölt pontokat kell megadott sorrendben megkeresni. Az benne a kihívás a tájfutásban, hogy egyszerre kell futni és a térképet nézni, tehát fizikailag és szellemileg egyszerre megterhelő vagy így igénybe levő sportág. Azért jobb szerintem, mint az atlétika simán, mert nem csak futunk, hanem gondolkodnunk is kell közben, szóval tényleg egyszerűen kihívás is. A Salgótarjáni Dornyai Ese már évek óta utánpótlás neveléssel foglalkozik. Ez a munka meg is látszik, hiszen a 23 éves fehérvári Dániel a nemrégiben lezajlott Salgótarjáni országos válogatóversenyen kiharcolta a magyar válogatottságot. Így júliusban ott lehet az észtországi tájfutó világbajnokságon. Most vagyok a legfeszültebb, úgymond életem során. Próbálom a vizsgáimat is ehhez igazítani, de úgy gondolom, hogyha valaki gyerekként elkezd egy sportágat, akkor minden vágya, illetve az álma az, hogy bekerülhessen egyszer a címeres válogatottban. Így hát most ez nekem sikerült, és megpróbálok minél jobban szerepelni, hogy büszke legyen a Salgótarján. A négyszeres magyar válogatott tájfutó munkáját Hegedű Zoltán segíti, a felkészülés a VB-re pedig nem ígérkezik egy leányálomnak. Folyamatosan edzőtáborozni fogunk. Jelenleg most megyek ki egy 5 napos edzőtáborba Németországba, utána hazajövök, rögtön visszamegyek Csehországba, hazajövök, repülök ki Finnországba egy hétre, hazajövök, és már megyünk is a világbajnokságra. Nagyjából ez egy hónap leforgása, olyan 20 nap távolléttel itthontól. Igazából különböző városokban fogunk készülni, amelyek a tájfutás szempontjából igen jelentősek. A tájfutó VB-re az észtországi Tartu városába 2-4 fős női és férfi válogatott utazik. Különböző kvalifikációs helyeket kell szerezni. Ez a rövid távon, ami majd én fogok indulni, az 3 fős lesz, természetesen nemenként. 3 csoport lesz, 3 selejtező csoport, és a legjobb 15 jut be a selejtező alapján a másnapi döntőbe. Ez az egyértelműen a célom. Fehérvári Dániel nevelő edzője a VB-n jó teljesítményt vár egykori tanítványától. Bizakodom abban, hogy egy középmezőnyös helyezést el tud érni. Számszerűen most ezt nem is tudnám előrevetíteni, hogy hanyadik. Változó a VB-n indulók száma is, de azért egy olyan 100 körüli minden korosztály, mind a kategóriában, tehát férfiaknál, nőknél is van. Én azt gondolom, hogy egy középmezőnnyel most elégedettek lennénk, most a kijutás is nagy siker számára. A tájfutó világbajnokság eredményére júliusig még várnunk kell. De az már most kiderült, hogy a tájfutás világnapján Magyarországon közel 10 000-en, a péntek délelőttig lejelentett részvételi adatok alapján az egész világon pedig több mint 145 000-en tájfutottak.